Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Önök a Sportkorzó című magazin műsorunkat látják itt a TV Szentendrén, és velem szemben gondolkodtam, hogy hogy mutassalak be. Mert hogyha azt mondom, hogy Norbi bácsi, akkor talán többeknek leesik, hogy az a Mihály Norbert ül velem szemben, aki az Elevenek Sportegyesületnek elnöke, alapítója. Szia! Köszi, hogy sziasztok, itt vagy velünk. Sziasztok! Köszöntök én is minden kedves nézőt. Igen, igazad van, mert az, hogy Mihály Norbert, az kevesen ö, tudják a Dunakanyarból igazából ki ő. Az, hogy norri bácsi, az talán többen, többen ismerik. Én 18 éves korom óta én bácsi vagyok, hiszen gyerkőcökkel foglalkozunk, és őnek ilyen bácsi vagyok már nyilván. Az egyik legnagyobb felelősség az, amikor az ember gyerekekkel be, ö, foglalkozik, nem beszélve arról, hogy vízben úszást oktat nekik. Honnan jött az ötlet és ez a fajta bátorság, hogy éppen a gyerkőcöket céloz meg? Nagyon jó -a kérdésed, mert valóban a gyerkőcökkel való foglalkozás nagy felelősséggel jár. Az, hogy még egy ilyen külön speciális közegbe is, ami ugye azért a víz, egy nehezebb közeg, ebben dupla felelősségünk van, így van. Nagyon egyszerű a dolog, én sportoltam gyerekkoromban, a szüleim beadtak ugye sportolni, én úszóként kezdtem, 8-9 évet le is húztam, mint versenyúszó, és később én testnevelő tanár lettem, alapszakmában én testnevelő tanár volnék. Ugye a kettőt össze, tettük a kellemest a hasznossal, úszás, sport, így alakult ki az edzősködés, versenysport és a gyerkőcökkel való kapcsolat. Ez sem tegnap kezdődött nálad. Nem bizony, nem bizony. Nem. És az én nem is itt kezdtem, ugye. Ugye Szentendre, Dunakanya, ugye 10 éves a vizes 8-os, ugye mi 10 éve kerültünk oda a házba tulajdonképpen, és tíz éve dolgozunk úszással és különböző más sportokkal, de a V8-ban ugye úszással foglalkozunk. Én származásról, én vidéki származású volnék, és én nem is itt kezdtem, ugye én Szegeden kezdtem a uh -huh pályafutásomat. Hogyha az Elevenek es ről beszélünk, akkor a gyerekek mindenképpen eszünkbe jut. Azt gondolom, hogy a v 8 a délutáni úszásoktatások. Na de egy kicsit a kedves televízió nézőknek részletezzük az Elevenek s tevékenységét. Kikből álltok és kikkel foglalkoztok, hiszen nem csak gyerkőcökkel. Igen, 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 az így van. Alapvetőleg is túlnyomó részt gyerkőcökkel dolgozunk, de igazából 3-tól 99 éves korig foglalkozunk emberekkel, elsősorban az úszással, ezen kívül persze nyári táborral is egész nyáron táborozunk, ahol szintén úszó és sporttáborral foglalkozunk. De a korosztályra visszatérve durván 3-3 és fél éves kortól jönnek hozzánk az avodások, akik ugye úszni szeretne megtanulni, viszont mi dolgozunk magánedzőként is, meg ugye fejlesztő pedagógusként is. Én az úszással, rehabilitációval végzem azt a munkát, amit az orvosok után kell nekünk végeznünk. És ott a legbüszkébbek egy 78 éves hölgyre vagyok, most név nélkül mondtam, és akkor át kimondtam, aki szintén úszni jár hozzánk. Tehát ugye az úszás az majdnem, hogy korhatár nélküli nélküli sport. Ez a fajta rehabilitáció inkább felnőtteket érint, vagy gyerekkorban is vannak olyan problémák, nagyon sokszor olvashatunk olyan láb problémákról, például gyerkőcöknél, akiknek kifejezetten az úszást javasolják. Igen, nekem szerencsém van ilyen téren. A rehabilitációt nem csak felnőtteknél, és nem csak a gerinc vagy egyéb más sérülés vagy sportsérülésnél használjuk, hanem sajnos van szellem és más fogyatékkal élő csemete, akinek ugye kiváló fejlesztő hatású a víz. Így hát nálunk azért előfordulnak, és a táboraiba például mi integrálunk is most már tíz éve tehát mi a, nem szeretem a szó, de sérült sportnak, parasportnak használják, ugye? Tehát különböző sérüléssel, problémával élő gyerkőcöket, mi ugye integrálunk az épek közé, és együtt mozgunk, együtt sportolunk, és együtt dolgozunk a Mi a tapasztalat? Is. Ez mennyire tud rosszul elsülni a jó szándék ellenére? Tehát az épp gyerekek hogyan fogadják a sérült gyermekeket, vagy mennyire készítik fel a gyerekeket arra, hogy milyen közeg várja majd őket, Igen, és ez milyen a társaság? Ez a legfontosabb, amit kérdeztél, ahol a családon belül vagy baráti kö Körben találkoztak már velük, ugye azzal nincs probléma, hogy ugye találkozás volt, mert ezzel tudják, hogy miről van szó igazából. Ugye ott vagyunk bajban, aki még sose látott esetleg bármilyen fogyatékkal élő csemetét, és akkor fel kell őket készíteni, mi a táboroknak a legelején, az első nap találkozásánál amikor nagyon sok gyerek még egyébként is új számunkra, hiszen legelőször van táborba, ott mindjárt ezzel kezdünk, hogy be kell mutatkozni, és elmondunk mindenkiről egy pár szóba mindent. Ott már szembesül ezzel, és látja, hogy itt vannak mások is, vigyázni kell rá, másképpen kell vele bánni. Az első egy-két nap az olyan tapogatózással szokott telni egyébként, nyilván más keresgetik, hogy hol a kis pont, ahol lehet beszélgetni, barátkozni, játszani, és amikor kinyílnak a személyiségek, akkor már utána a barátságok is szövődnek ebből, és utána semmilyen gond nem szokott ezzel. De ezt kívülről is jól látni, nem? Abszolút, abszolút, persze. Hát bejön, a, bejön a kis begubózott, kis férős, kis palánta, kis csemete, legyen az kisfiú vagy kislány, és két nappal később nem akar hazamenni igazából, vagy barátai lesznek, és már ővelük szeretne játszani is, persze. Persze, ezt Szerintem ezért is fontosak azok a, azok a kezdeményezések, hogy igenis együtt, tehát hogy ne legyen ez a fajta szegregált táboroztatás vagy akár programok keresése. Ebben meg tudsz erősíteni? Igen, nagyon nagy felelősséggel jár, és nagyon a kollégák, most nem csak a magam nevében, a kollégák nevében is beszélek ugye erről, hogy azért nagy felkészültséggel is jár az, hogy az integrációt különböző szinten tudjuk művelni. És ugye a legfontosabb, hogy ez balesetbiztonságosan biztonságosan történjen. Tehát én azt szoktam egyszerűen fogalmazva mondani mindenkinek, hogy ahogy átvettem a gyereket, vissza is kell adjam, hasonló állapotba. Ebben <laughs> nagyjából benne van, nagyjából benne van ugye minden. Tehát ugye a baleseti rész az nagyon fontos nálunk. Az, hogyha ilyen örömet tudunk okozni egyébként, és egy ilyen integrációt tudunk a társadalom felé is egyébként nyitni, az épek felé is nyitni. Nagyon sok ilyen rendezvény és kezdeményezés van most már az országban, hál' Istennek. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor még gyerek gyerekcipőbe járt, olyan furcsán is néztek ránk, hogy miért kell ezt csinálni, de hát egyértelmű volt az út, hogy miért ezen az úton vagyunk, és a nagyszámok törvénye ezt bizonyítja is egyébként. Maga a sportegyesület részéről, a munkatársaid részéről milyen plusz figyelmet igényel az, hogy egy ilyen közös táboroztatást tudjon létrejönni évről évre? Az ugye folyamatos képzések vannak, ugye, mind az edzők számára, mind a <coughs> csapatnak a segítői számára. Nagyon, nagyon, érdekes, hogy, hogy mi is nevelődünk általuk egyébként. Tehát mi is tanulunk mindig valamit, újdonságot. Nem csak ők tanulnak tőlünk, hanem mi is tanulunk egyébként tőlünk. Az évek során nyilván tapasztalati úton szerezzük ezt a tanultási dolgot, tanultási anyagot tulajdonképpen, és ezt használjuk fel. Nekem picit szerencsé van, én már rége óta foglalkozom ezzel itt több a tapasztalat, de ezt át kell adni a kollégák részéről, is lássák. Valamint én mindig el szoktam mondani, hogy ezt ezt csak szívből lehet végezni. Iskolapadban, tankönyvből lehet tanulni sok mindent, de a gyakorlati része az mindig más. Ezt, ezt picikét egy ilyen kis kattanásnak is szoktuk hívni. Kell hozzá egy kis plusz, amikor az ember ezt szívből csinálja, ösztönből csinálja. Akkor működik jól. Abszolút belecsaptunk a tábor részébe, hiszen közeledik a nyár, és már gőzerőkkel készül a tábor pontos dátumaira, de erről egy kicsit később még említetted, hogy már három éves kortól az ovisokat várjátok az úszásoktatásra. Mi a tapasztalatod? Mennyire fiatalok ilyenkor, még a kicsik, mennyire picik ahhoz, hogy szokni tudják a vizet? Vagy éppen ez az a kor, amikor meg kell, el kell kezdeni ismerkedni a vízzel a gyermekeknek. Azért rengeteg szülő félti a gyerekeket oviból elengedni úszni, ugye pont ugye hideg január, február és minden héten úszni. Hú, hogy lesz megszárítva a gyerek haja, meg fog igen, fázni. Aklórról nem is beszélve, mik a tapasztalatok, mennyire könnyű a szülőkkel? Hát egy, dolgot, egy dolgot le kell szögezni, azt gondolom, úszodában megfázni nem tudunk és nem lehet. Pláne a vizes nyolcasban, hogy egy klimatizált felett épületről beszélünk, tehát igazából ez egy ilyen tévhit a szülők részéről. De jellemző kérdés? Abszolút minden második anyukapuka ezzel jön, hogy megfázik, mi lesz vele, köhög, stb. baja lesz neki, maga bent a vízben, és bent az a térben nem fog tudni megfázni, előtte és utána viszont igen, mert azt gondolom, hogy az óvodánál nagyobb, hogy is fogalmazzam, fertőző veszélyt nem hiszem, hogy tudunk egyébként. Kreálni, és az nem a vizes közeg ilyen szempontból. A kérdésedre visszatérve viszont annyira sok helyen található most már víz, tavak, folyóvizek, medencék, wellnessek, annyira sok helyen mennek a családok el most már kirándulni vizes közegbe, hogy egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy ne tudjanak a gyerkőcök úszni. Iszonyat nagy felelősség, hogyha egy szülő elviszi a saját egy-kettő-három vagy akár mennyi gyerekét és arra vigyázni kell, és száz százalékban kell egész nap figyelni, hiszen nem tudunk úszni. Mi azt javasoljuk általában, hogy a három-három és fél éves kornál van már olyan fejlettség, vannak különbségek három és, három fél, három és fél éves gyerekek között is nyilván, de akkor van egy olyan fejlettség mind anatómiai szempontból, mind érettség szempontjából, amikor már tud ránk figyelni, és lehet vele dolgozni, és hatása vannak a munkának, amit elkezdtünk vele. Az egy csodálatos érzés, amikor két-három évvel később már nagy menencében, két-három úszás a gyerek biztonságosan úszik, és nyugodtan megyünk egy strandra, egy tengerpartra. Ezért van nekünk felelősségünk egyébként, hogy minél gyorsabban és minél helyesebb és szabályosabb technikával tanítsuk meg ugye a, a gyertkücöket. Én azt gondolom, hogy ez kiskorban könnyebb, sőt egyáltalán látjuk, hogy könnyebb kiskorban, idősebb korban ez nehezebb azért. Mert hogy felnőtteket is oktattok. Így van, így van. Így van. Azért is mondtam ilyen finom, hogy nehezebb, mert ö, olyan, hogy reménytelen, olyan nincs. Na, tehát, ez mennyire biztos? Tehát, ugye Ez annyira biztos, hogy mindenkit meg lehet tanítani úszni, ezt én vallom, és már tíz éve ezt mindenkinek szoktam is hirdetni. Tényleg nagyon nagy a létszám, aki nálunk megfordul, Akár az én kezeim között is, legyen az három vagy éppen idősebb korosztály a legidősebb bennünk 78 éves volt, és ő akkor kezdett el nulláról. Eljött hozzánk, azt mondta, hogy ő még sose volt, egész életében fóbiás volt, félt a víztől. És hogy fél évvel, három évvel később nagy vízbe úsztunk, és boldogan. Meséltem mindenkinek, hogy ő most már nem fél a víztől. Óriási történetek igen, ezek. Igen, igen. Amikor a három éves korosztályról beszélünk, miközben hallgattalak, arra gondoltam, hogy azért jó, hogyha az ember egy kicsit jó fej tud lenni a gyerekekkel, hogy érezze azt, hogy nyitnak felé, hogy szót fogadnak neki, na de azért ehhez fegyelem is kell. Mennyire nehéz jó oktatónak lenni, hogy közben ne legyél túl szigorú, akit, hogyha meglátnak a gyerekek, sírva fakadnak, mert Norbi bácsi nagyon szigorú. Hol vannak a határok, és mennyire ennyi év távlatából mit tapasztalsz, mi a legjobb hozzáállás ö, úszásoktatóként a gyermekekhez, hogy ne riaszd el a víztől. Nagyon sok ilyen történetről tudok, ugye. amikor túl szigorú Eleve bácsi, tehát ugye a, a gyerekek, azért kicsit megfordult már ez a rendszer a pedagógusoknál, hogy több a hölgy, és eleve bácsi más tekintélyt sugal, és hogyha még üvöltözik, én elhiszem, hogy tényleg azért, mert veszélyes, tehát hogy be kell tartani a szabályokat, de hallottam már több olyan történetet, amikor Igen. így elriasztották a, a víztől. Más, más, volt a 60-as, 70-es évek pedagógiája, és más a mostani időszak pedagógiája. Én magam is uh, nagy hangú bácsik között nőttem föl, és akkor még tudnék mesélni, miket csináltak még ott velünk az uszodában. Szóval a kemény szigor volt igazából tényleg. Mi azt gondoljuk, hogy mivel egy picikét zajosabb, egy uszodai terület, ahol a gépek, a víz és minden más mozog és zajlik, ezért mi hangosabban is beszélünk uh -huh. általában. Ez sajnos alapvető tézés, hogy hangosan kell. Ráadásul 6-8 kis csibészot se körülöttünk, ugye hát valahogy meg kell értetni elők, hogy mit lehet csinálni és mit nem. Uh, egy picikét uh, a fegyelmi része az fontosabb a mi hiszen veszélyes közegben vagyunk, ott nem lehet azért hülyéskedni annyira, amit ők elvárnak, de hogyha egy olyan szintre eljutnak, akkor erről szól most már az óra is, az óra vége játék van mindig, amikor lehet bármit csinálni. A kérdés az, hogy az, hogy bácsi vagy néni. Igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye ez a szülőknek a elvárása elsősorban, hiszen a szülők sokszor kérdik, hogy ő bácsit szeretnének, mert az ő gyermekük kevésbé fegyelmezett, egy szigorú bácsi kell mellé. Uh -huh. Valaki külön kéri, hogy a férősebb a kislány, kisfiú, egy hölgyet szeretne, vagy egy nénivel szeretne találkozni. Hál' Istennek nálunk ugye van hölgy, is meg van férfi is. Könnyebben uh, teljesítjük az ilyen igényeket, de, de alapvetőleg szigorúbbak vagyunk, akár az avodai, vagy akár az iskolai rendszeren, én azt gondolom, hiszen itt nem lehet hibázni hogyha hibázunk, akkor nagy problémában. Mondjuk pont ezért nehéz a helyzetetek, hogy megtaláljátok azt a határt, amikor megvan a kellő szigor, de nagy kedvel menjen igen, a gyerek hozzátok. Igen, igen, igen. A játékosság, ez nagyon fontos nyilvánvalóan, de ami, ami ennél is fontosabb, az a sikerélmény. Amikor ő is le tud menni a víz alá, esetleg föl tudja venni a szemüveget, nem fél már a víztől, kimeri fújni a levegőt, úszik már a víz alatt, és ki akar jönni utána. Ugye általában, hogy ezt a kis gátat át tudjuk lépni a gyerkőcöknél, és ő egy bátrabbá válik, ezt az első órán is akár sikerülhet, tehát később, két-három órával később fog csak sikerülni, a személye válogatja, ugye. Utána egy ilyen kis vizibólhát csinálunk belőle, és onnantól kezdve ő már játszani, akkor velünk akar lenni, és nem akar kijönni a vízből. Valamikor a Uh, és ezt én mindig el szoktam mondani, a szülői segítség az kell nekünk is. Hogyha otthon engedik, hogy most nem megyünk úszni, most nem kell ez nekünk, hideg a víz, stb., akkor abban nem is lesz úszás. Ha a szülői támogatás megvan, aki azt mondja, hogy beállunk egy rendszerre, és el kell menni, és meg kell tanulni, akkor könnyebb a mi dolgunk is egyébként. Mennyire könnyű egészségesnek maradni három éves gyermekek mellett, ugye óriási influenza szezonon reménykedjünk Igen. abban, hogy vagyunk Igen. túl, Igen. és ugye rengeteg gyermekvesztéteket körül mennyire jellemző, hogy lebetegettek. lebetegedtek úszásoktatók, ilyen vannak-e különböző praktikák, hogy minél inkább erősebb legyen az immunrendszeretek? Vannak házi praktikák nyilván, vitamin persze az első, de én azt gondolom, hogy aki, aki minden nap benne van ebben a picikét fertőző világban, az beleerősödik egyébként. A mi human rendszerünk az olyan szinten erősödik meg, hogy én nem is emlékszem, mikor voltam utána a beteg igazából, pedig rendszeres az olyan kis csemet, akinek bármilyen kis felső légúti kis nátha, egyéb más kis problémája van. Uh, nekünk kell bele erősödjünk, mert különben mi is kidőlünk és ugyanazt visszünk haza igazából, de a vitaminakarás köszönjük mi is egyébként egyértelműen. Azok működnek. Azok ha működnek. aktualitásokról beszélnénk, akkor azt gondolom, hogy a legutóbbi veletek kapcsolatban, amikor majd egy éjszakát töltöttetek a V8-ban, mit tudhatunk erről? Igen, ez nem is olyan régen volt. Egy 20 kilométeres éjszakai úszás volt egy országos szervezésben. Uh, 22 csapat nevezett. És mellette azt hiszem, hogy 8 egyéni versenyző teljesítette ezt a 20 kilométert. Mi azért voltunk külön büszkék, mert én teljesen amatőr csapattal indultunk, ráadásul mindenki az én tanítványom volt. És ugye itt azért egy kis, 14 éves fiút leszámítom, mindenki felnőtt volt. A, ami speciális volt, mint nálunk. Ugye erről nem beszéltünk még, hogy én foglalkozom ugye a transplantátokkal is, a verseny a versenyúszásával, és Jeszenkovics Judit ugye, ugye képviselte magát a csapatba, ő egy úszó, és így vele voltunk színesítve igazából hat felnőttel. Én voltam a Johnny Joker, hogyha bármi gondol, akkor nekem is úsznom kellett volna. Hál' Isten nem volt, én nem kellett úszak. <laughs> ugye akasztják a Hóhér című dolog, és hát nagyon szépen a, a, a profik mezőnyében egy amatőr csapattal 12. helyen végeztünk. Nekünk a célunk a teljesítés volt egyébként, hogy apukák, anyukák azt mondták, ezt meg kell csinálni, mm. teljesítettük, és nagyon büszkék voltunk, nagyon fáradtak voltunk a végén nyilvánvalóan. Mi azért szombat este 6 óra félét fele érkeztünk, és vasárnap 4 fél öt fele hagytuk el a uszodát, szóval az elég-eléggé fárasztó, edzői szemmel is nyilván fárasztó volt, de hát nagyon jó volt látni a, a srácokat, ahogy dolgoztak és úsztak. Azt gondolom, hogyha az úszásról beszélünk, és hogyha valaki egyfajta mozgásformát keres, az úszás mindig az első háromban benne van, hiszen az mindenre jó. Tehát nem tudunk olyan területet találni, ami ne tenne jót a testünknek, de sokan mondják azt, hogy kicsit monotonnak érzik. Ezek a fajta kilengések, kimozdulások mennyire segítenek abban, hogy színesítsék az úszás iránti szeretetet, vagy nem értesz egyet ezzel a gondolattal? Sajnos azt kell mondjam, ez nem sajnos, de azt kell mondjam, hogy igen. Ö olyan szempontból fontossá vált az úszás, ugye beszéltünk róla, hogy mindenhol víz van, és ugye, hát hmm. valahogy meg kell tanulni úszni. Ellenben, ellenben azt gondolom, hogy minden sportág mellé párosulhat, ez egy szerencsés dolog igazából, tehát bármilyen sportágra adja a szülő a gyermekének a lehetőséget, akár szárazföld, akár más a vizesport és az úszás maga az kiegészítőként akkor is funkcionálhat mellette. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk. De... Ha valaki ezt komolyabban űzi, akkor most belegondolsz abba, hogy faltól falig, több óra visszán keresztül, néha hajnalban, néha este, néha hétvégén menni és menni és menni. Az egy unalmas, unalmas dolog. Az edzői fedelősség, az edzői színes egyéniség itt jön ki egyébként. Hogyan tudunk picikét színesíteni, és ezt a monotonitást, valaki tűri, valaki nem tűri nyilvánvalóan, valaki jobban tűri, valaki kevésbé tűri jól de hogy ezt mi hogyan tudjuk változtatni és színesíteni, az rajtunk múlik, így van. Így Téged van. mi fogad meg az úszásban? gyerekkoromban én allergiás voltam a porra, a háztartási portól folyt az orrom, püszköltem tőle. Hú, nem iríd le anyukádat, és, ez nehéz. És ugye hát az orvosok keresték a lehetőséget, hogy mi az a sport, ami, ami ami erre jó, és ugye az úszás, hiszen az atkák ugye a vízben nincsenek meg. És én így kerültem úszoda közelbe, tehát kötelező jelleggel orvosi tanácsra végül is kezdtem el úszni, és hál' Istennek ez meg is szűnt egyébként az úszással, az allergia. Ezt a mai napig egyébként az aszmatikus problémák, ugye nagyon sok most már a kisgyerkvicceknél ez a jellegű probléma. Úszással hál' Istennek lehet kompenzálni. Nagyon sok fejlődésbeli probléma van, koordinációs probléma, ez mind-mind az úszással hál' Istennek lehet. Most már az orvosi rész és partner benne. sokáig ellenkeztek az orvosok sok minden hasonló tevékenységgel. Hál' Istennek a mai, mai bizonyítványok egyértelműen azt mutatják, hogy az úszás ez tényleg alkalmas ilyen fejlesztésre. Nem is nagyon tudok olyan leszámítva a bőr és egyéb más problémáit, ami akár a víztől is kivért, sajnos van ilyen negatív hatása a klóros víznek általában. De ezen felül a bőrnek a PH-nak a, a, pH a semlegesítéséről beszélünk, ugye ezen felül nem tudok olyan dolgot mondani, ami ne volna hatással, vagy hatásos ne lenne az úszásra. Az úszás szerelmese, vagy kétségtelen. Abszolút, egy kicsit beszélj nekünk, kérlek, az adásunk végén a táborokról. Hogy álltok most? Ha bárkinek felkeltettük az érdeklődését, milyen módon kereshetnek meg titeket? Nagyon remélem, hogy egy, maximum két héten belül most már honlapra is felkerülnek a dátumok. Nagyon nagy változás nem lesz az előző évekhez ugye Ugyanis iskola szünetben dolgozunk, tehát nagyjából a a június közepén, amikor az iskola befejeződik, mi attól kezdjük a táborainkat, és egészen augusztus 20-áig tulajdonképpen minden héten dolgozunk ugye, valamilyen helyszínen. Többfajta tábor lehetőség van nálunk, ugye, valaki napközis jellegben ö, vár ránk, vagy vágyik ránk, ugye reggel behozza és délután elviszi. Valaki azt gondolja, hogy neki ott alvós táborra van szüksége, amikor egy hétre elmegyünk valahova, által a vízpartra azért persze, ugye ez benne van a munkásságunkba, akkor pedig ugye ilyen lehetősége is van neki. És minden jó, amire akkor ez két héten belül, egy héten belül fel is lesz téve, akkor a honlapra, és akkor várjuk a vendégeinket. Vannak megszokott helyszínek, amiket megcéloztok, vagy a helyszíneket tekintve mi az, amit elmondanál? Ami biztos, hogy már sok éve bevett szokásunk, az egy budakalászi Dunaparti helyszín, a Szentendrei Artiszti Akadémia, egy kiváló helyszínünk, és a kisoroszi Dunapartja, strandja, vagy pont Sziget csúcsnak nevezik ott a helyek egy ott alvó sátoros tábor, ezt nomád tábornak is hívjuk egyébként. Ezek a biztos pontok, ezen már visszatunk szervezni a Balaton partjára kerékpártúrás, úszás táboros lehetőséget, és valószínűleg az évben a vizes 8-asban is lesz egy pár hetes táborunk, amikor a helyszín a V8 lesz egyébként magában. Norbi bácsi, én nagyon örülök, hogy megismertelek téged itt a TV Szentendre stúdiójában, és további sok sikert kívánok nektek, és jó táborosztatást a nyárra. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönjük szépen. A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Sportkorzó című magazinműsorunkat látták itt a TV Szentendrén Norbi bácsival. Viszontlátásra!